Hátrányos helyzetű fiatalok, roma futbolisták támogatásáért kapott Bai Béla díjat, a Tehetségkutató Alapítvány működtető 31-szeres válogatott labdarúgó, Izraelben máig ikon Pisont István, aki ma a Honvéd MB3-as akadémiai csapatának vezetőedzője. Hát ő következik most nálunk. Szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Itt van a díj is, de kezdjük a rigmusokkal. Pisont Pista a legnagyobb király, Pisont Pista a legnagyobb cigány. Büszkén vállalod mindkét lelátói rigmust? Hát természetesen, hát ez velejárója a dolgoknak, hiszen az ember nem válogathatja meg, honnan, hova születik és mivé lesz. Ez csak is Isten akarata és Isten által történik. Úgyhogy én nagyon büszke voltam mind a mai napig, és az az életút, az az életpálya, amit engem követett, az büszkeséggel tölt el, úgyhogy cigány fiúként bizonyított az ember. Egy nagyon nehéz, mint ahogy én is, nagyon nehéz hátrányos helyzetből kerülve elő. Tényleg nagyon-nagyon örömteli ez az életpálya, életmű. Majd később ugye nagyon nagy hálával tartozom a Honvédnak azért a rigmusért, amit a, mint királyként emeltek föl, pont ellentétje ugye a dolgoknak, ugye megaláztatnak és fölemelnek. Úgyhogy ez a helyzet, ez nagyon szép és jóvá alakult, úgyhogy örök hálám nekik ilyen szempontból. Egyébként a cigányozó rigmus ellenére is azt gondolom, hogy nagyon sok rivális szurkolótáborban is elismertek téged a tudásodat annak idén. Ha nagy vonalú vagy, akkor azokért a bekiabálásokért szemben elfogadható az az érv, hogy hát ezt nem is úgy gondolták meg, hogy ez csak zrika volt. Szóval hogy állsz ezzel a megbocsátással? Én megbocsátó lélek vagyok, de tudva levő az, hogy kezdetben ez nagyon zavart, hiszen egy olyan közegből kerültem föl, ahol Gádoroson a helyi közösség az nagyon is szeretett, majd később azok a pedagógusok, tanárok, akik engem ebbe az életúton elengedtek, azoknak nagyon nagy hálával tartozom ezért, hiszen bár még nem készítettek úgy föl, de az itteni edzőim, akik Pesten már fogadtak, egy Bicskei Bertalan, egy Bott József, Egervári Sanyi, Mezei György, ezek mind olyan pluszt adtak nekem, amely erőt adott ennek a megvívásában. Majd ugye említetted, hogy később mellette ez a válogatottságnál volt jelen, hiszen akár az újpesti vagy Fradi, hát nézd meg, mikor válogatott van az Újpest, Fradi, azért összejön az a tábor. Igen. Is. Úgyhogy ha mérkőzéseken, bajnoki meccseken ellenem is voltak, csak az rika miatt, vagy esetleg bizonyos rasszista megnyilvánulások útján, de mindenképpen úgy vettem a játék kizökkentése, hiszen ezek a válogatottnál meg velem voltak. Uh-huh. Nekem szurkoltak, értem voltak, a csapatért voltak. Szóval ez egy kettős dolog volt. Próbáltam ezt természetesen mindig a helyén kezelni, és abszolút nem düböl vagy bármiből, hanem megbocsátó lélek, mint hitben élő ember, nekem ezt így kellett lereagálnom. Izraelben is hagytál magad után valamiféle rigmust? Hát figyelj, kezdetben nem tudták a nevemet kimondani, így Pisonet lettem, és azt kezdték eskandálni, és hát van letéteménye annak a teljesítménynek, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra az időszakra is. 6,5 évet voltam kint, többszörös bajnokként, kupagyőztes, évjátékosa, szóval nagyon sok címet el tudtál hozni és megszerezni, nagyszerű közösség, nyelveket tanultál, szóval minden olyan plusz dolog előjött belőle, ami tényleg sikeres volt. Na most az egy fontos kérdés, hogy edzői pályafutásod során találkoztál a továbbiakban az ilyen származási előítéletekkel, tehát hogy mostanában, az elmúlt években, amikor már vannak tanítványaid, meg odafigyelsz a srácokra, mennyire látod toleránsnak, vagy toleránsabbnak a futballközeget? Figyelj, bárhova megyek, engem nagyon szeretnek. Tényleg nagyon, a mérkőzések előtt, vagy mérkőzések után megkeresnek, autogramot kérnek, az utcákon elismerően sokkal barátságosabban, sokkal közvetlenebbül lépnek hozzám, hiszen tudják az én életpályámat, ismerik az én életművet, aztán az edzői karrier, ahogy alakult, a korosztályos válogatottaknál való számomra nagyon eredményes munka, és az a kiteljesedés, amit ott mi végeztünk és véghez vittünk, az egy nagyon eredményes volt, és nagyon közvetlenség. Az, hogy mit érzek ezeken a gyerekeken, akikkel foglalkozunk,
legtöbbnyire nem vállalják föl magukat, félnek azoktól a kísértések, azoktól a támadásoktól, amit annak idején én is átéltem. Úgyhogy próbálom pontosan ezeken a programokon elmondani nekik, hogy nyugodtan vállalják önmagukat, tegyék meg. Én amennyit tudok, természetesen segítek és védek rajtuk, hogy ne érje őket ez a bántalmazás, vagy ez a verbális dolog. De összességében én azt gondolom, hogy velem kapcsolatosan nagyon sokat változott ez a helyzet. Sokkal közvetlenebb, sokkal barátiasabb, teljesen más. Teljesen más. Vannak egyébként új Farkas Jánosok és Pisont Istvánok a láthatáron? Ez a Balogh Norbi helyzettel ihletett meg abban, hogy kezdjek el velük dolgozni. Tehetségünk van. A kibontakoztatása, a foglalkoztatásuk a fontos kérdés, hiszen a tehetségben mi nekünk van, akár cigány fiataloknál, vagy akár magyar gyerekek között. Rajtunk nagyon sok múlik edzőkön, hogy mennyire tudjuk ezt kihozni belőlük. Pisont van új, például ha csak azt nézzük, hogy Patrik fiad eddigi karrierével, elégedett lehetsz? Elégedett vagy? Hát mire inspirálod őt? Ő sem, én sem vagyok teljesen elégedett. Ez nem azért, mert ő nem akarja, vagy mi nem akarjuk ezt a tehetséget kibontani, hanem egyszerűen olyan helyzet adódott az elmúlt időszakban, amely nem hozta ezt létre, akár egy sérülés, akár más dolog. De azon vagyok, hiszen most együtt dolgozunk, és tényleg azon vagyok, hogy ezt kibontsam, ezt a teljesítményt, ezt a tudást, hiszen tényleg tehetséges fiúról van szó. Hát olyannyira, hogy szerető Krisztoferrel, Sünszabos, hogy az Ajaxnál voltak együtt próbajátékon, és a két srác, ugye Stoke, Amsterdam, előbb-utóbb a fiad útja is, ha minden jól megy, erre felé ilyen irányokba vezet. Hát ha nem is ezen a szinten tudna mozogni, de én azt hiszem, hogy NB1-es szintig el tud jutni, majd utána aztán később az a karrier fogja. Krisztofer és a Sön Szabi kivételes tehetség, nagyon komoly teljesítménye. Bár Patrik is korosztályos válogatott volt, nagyon szépen kezdte az egész pályafutását, csak aztán sérülés miatt kimaradt ebből, lemaradt. Krisztoferék jó úton vannak, jó helyen vannak. Jó volt abba belekóstolni, tudod, abba az Ajaxos időszakban, mert abból látom, abból még mindig merít. Szóval amikor itt voltak nálad és elmondja, hogy micsoda koncentráció, fegyelmezettség, az a fajta elvárás, amit ott is kíván ez, illetve a jövő futballistájának az a mintája, ami ott megjelent, az nagyon, nagyon mozgatja az agyát és próbál ennek eleget tenni. Úgyhogy ilyen téren jó úton vagyunk, úgyhogy majd csak időkérdése lesz szerintem ennek az út. Fiatalokkal foglalkozol, és fiatalokat próbálsz felkarolni. Milyen jelentősége van számodra éppen ezért ennek a most kapott Bai Béla díjnak? Hát nagyon nagy elismerés, hiszen az Emberi Erőforrások Minisztériumának az elismerése ez, aki támogatja ezt az alapítványt. 2015-ben alakultunk, és minden évben tudunk ezeknek a gyerekeknek olyan programokat is szervezni és belevinni őket, amely megváltoztat akár játékos gondolkodást, akár családokat, hiszen olyan mintákat szeretnénk a családok felé adni, hogy bátran engedjék, vállalják fel egyrészt önmagukat, és vállalják annak a nehézségeit, hiszen el kell költözni otthonról, el kell jönni otthonról. 14-15 évesen egy új életet kell váltani, egy új életstílust, életfilozófiát kell változtatni az eredmény elérése érdekében. Szóval ebben nekik nagyon nagyot kell változni, és mi ebben teljes mértékben mellettük vagyunk, hogy aki tehetséges, az eljusson olyan helyre, amit megérdemel. Lesz egyszer cigány akadémia? Nagyon örülök ennek a kérdésednek, hiszen ez nagyon régóta mozgat engem. De természetesen, amit folyamatosan beszélünk, és tulajdonképpen visszajelzést kapunk, az integráció kapcsán. Hiszen a magyar gyerekek közé kell. Megvannak azok az akadémiák, ahol be lehet kerülni, el lehet jutni egy cigány származású kisfiúnak is. Én abban látom a helyzetet, Pali, hogy az átmenet, szóval 14 évből bejutni egy akadémiára és ott megragadni, az nagyon nehéz nekik. Szóval én ezt az átmenetet szeretném úgy segíteni, hogy egy pici egy-két évig tudjak velük dolgozni, hogy erre fölkészítsem őket. Szóval elmondhassam azt, hogy,
hogy ezek a gyerekek most már készen állnak. Mert tehát a családi közegből nem az tud. Ott van az az életkori, meg családi rés, ahol ezt meg lehetne csinálni, és ahol ennek lenne értelme. Így van. Szóval én azt mondom, 14 éves korból, ahol ugye lent van egy kisfiú vidéken, és kapaszkodna fölfele, mert van tehetsége, és jönne be, adnak neki lehetőséget, de valamilyen formában nem tud beilleszkedni. Viszont én, aki egy példakép előttük, akire fölnéznek, ezt tovább tudnák vinni, és egy bizonyos egy-két évig tudna úgy szocializálódni, beilleszkedni, hogy ezt az átmenetet tudjam segíteni. Szóval lesz ilyen akadémia. Nagyon szeretném, mert az életemet rátenném erre. Szóval én egy prólicenszes edző vagyok, és teljes mértékben azt mondanám, ha lenne egy ilyen lehetőségem, amit az állam totálisan, teljes, mindennapi foglalkoztatásban, és ebben nagyon sok mindent, hiszen zenészek vannak, a művészet, a kultúra, a hit, minden benne van. És ebben be tudnám vinni ebbe az akadémiát, mellette a futball, és ugye tanítatnánk őket, képzeld el, minden nap etetni, itatni. Hát a Balogh Norbi esetem mutatja iszonyatos nehéz helyzet. Az válogatottól adtunk neki kaját, hogy hazavigye és töltse magát, mert borzasztó nehéz helyzetben van. Szóval ezek a gyerekek ilyen sorsban vannak, és ezért kell nekünk ebben... Tehát ezért az államérte a prólicenszes edzői karrieredet is nem feladnád, hanem háttérbe szorítanám. Uh-huh. Mindent értük. Szóval nekem most persze vannak ambícióim meg egyebek, de ezekért a gyerekekért mindent feláldoznék, mindent föltennék arra, hogy ez megvalósuljon. De ezt már réges-rég mondtam, ebben lépni kéne. Utolsó kérdés, a végére értünk. Ha kitekintünk Andrea Pirlo, Rafael van der Vaart, Jesus Navas, José Antonio Reyes, Milan Baros, hogy mennyire vállalják ezek a nemzetközi szinten ismert futballisták a cigány származásokat, hogy mennyire fontos nekik, látsz-e esélyt arra, hogy ebben az ügyben egyfajta nemzetközi összefogás, vagy nemzetközi büszkeség, vagy mozgalom is kibontakozzon majd a futballon belül? Uh-huh. Hát ez a programunk, ami volt, az Európai Unióban is kapott belepillantást, egy videóüzenetben üzentem, nagyon tetszett nekik ez a program, és tényleg egyedülállónak tartják, hogyha ez az akadémia megvalósulna. De viszont a nemzetközi megítélés, a külföldön nem így működik. Egy olyan kultúrában, ahol ezek fölvállalják magukat, ez teljesen természetes dolog. Magyarországon van mindig az, hogy ciga, ez az, amaz. Náluk ez olyan, Izraelben annyi náció van, annyi kisebbségi rész, stb. Nem foglalkozik. Jó ember, nem jó. Szóval nincs az, hogy most milyen nemzet, hanem az, hogy nagyobb elfogadása vannak, és a tehetséget nézik, a tudást nézik, a teljesítményt nézik. Ebbe ez egy más kultúra, ez teljesen más világ. De örülnék neki természetesen, hiszen nagyon komoly neveket említettél, úgyhogy ha ezek fölvállalják, akkor ezek mellé csatlakozni egy fantasztikus dolog. Gratulálunk a díjhoz, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.